Két vendégmunkás sérült meg ma hajnalban, amikor autójukkal felborultak az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza határában. Az autó Szeged felé haladt, amikor vezetője valószínűleg elaludt, és a belső szalakkorlátnak csapódott. Ettől kitört a gépkocsi kereke, majd három kerekén mintegy 150 méter csodródott. Végül belecsapódott az árokba, ahol fejtetőn állt meg. Az autóban ülő két nőt a mentők kórházba szállították. A helyszínelés idején félpályás útzár volt érvényben az érintett útszakaszon.